Adásunk elején Török Lászlóval ismerkedhetnek meg, aki a közelmúltban vehette át elismerését dr. Vezér Mihály polgármestertől az árvíznél végzett kiemelkedő munkájáért. Képekről és gépekről is beszélgetünk, miközben gyönyörködünk a város bemutató fotóiban. Gyermekkorom egyik kedvenc időtöltése a régi felvételek, öreg fotók nézegetése volt. Nálunk sokat jelentette a pillanat rögzítése. Fotós jött az esküvőre, karácsonyra, a családi összejövetelekre. A pillanat rögzítése nagyon fontos, hiszen bemutatja az adott időszakot és egy történelmet is elmesél. A mai adásban, és remélem még máskor is, a háttérben Török László képeit láthatják. Városunkról, Szászhalombattáról, Óvárosról, Dunafüredről, idősekről és fiatalokról, a képei, mint mindig, ez alkalommal is a Szászhalombattán élő emberekről, napkeltéről, napnyugtáról mesélnek. Régi fotókat, családi fényképeket szívesen nézegetünk mindannyian. Szeretjük felidézni a múltat, újraélni régi emlékeinket. Ebben tudnak nagy segítséget nyújtani azok az emberek, akik velünk vannak akkor, amikor a jeles események megtörténnek, és egy fényképezőgép segítségével megörökítik a pillanatot. Török László már gyermekkorától kattingat, és szerez szép emlékeket magának, és persze számtalan esetben másoknak is. De legelőször voltam talán 7 vagy 8 éves. Itt Szászhalombattán egy nagyon-nagyon-nagyon régi, nagyon jó barátom, akivel sajnos nem tudom, mi van azóta. Tőle kaptam kölcsön egy pajtás fényképezőgépet. És hát elmentünk csavarogni, játszótéren, bicikliztünk, stb. És ott ugye elkezdtem egy pár képet lövöldözni. Ezt előhívtuk, jókat derültünk, épp itt a játszótéren készültek az első sorozatok. Később az édesapjától kaptam kölcsön egy zenit típusú gépet, az már kicsit komolyabb volt. Azzal készültek az első tájképek. Aztán az általános iskolában igazából ott volt egy olyan áttörés, hogy osztálykirándulásokon, stb. Mindenhol mondták az osztálytársak, hogy nem viszünk fényképezőgépet. Jön a Laci, úgyis lefényképezi, lesz róla bőven fotó. Ez a mai napig így meg is maradt, tehát most már gép nélkül nagyon kevés olyan hely van, ahova elindulok. Lehet, hogy csak a boltig jutok el, de akkor is viszem, mert soha nem tudhatom, mi ugrik elém. És erre jó példa, hogy életemben 3 olyan kép van, amiről lemaradtam azáltal, hogy nem volt nálam fényképezőgép, és akkor megfogadtam, hogy nem sehova, soha többet. Itt is most itt van önnél egy fényképezőgép, sose lehet tudni, ugye? Vannak-e nagymesterek? Volt olyan nagymester az életében, akit ő tanult fotózni? Igen, Magyar Sanyi bácsi. Én Székesfehérváron ismerkedtem meg vele, körülbelül 15 évvel ezelőtt. Nagyon sokat jártam ki a vasúthoz, pályaudvarra vonatokat fotózni, Fehérváron is, többek között ott találkoztam vele, és elkezdtünk beszélgetni. Akkor egy Smena fényképezőgéppel dolgoztam, neki szintén ez volt, és mutogatott néhány képet, amit a fotós táskából elővett, és ebből kialakult egy olyan barátság, hogy levelezni kezdtünk. Ugye akkor még nem volt mobiltelefon, internet, én küldtem neki kinyomtatott képet, ő nekem, és mindig megbeszéltük levélbe, hogy mit, hogyan kellett volna csinálni, és egyre többen jelezték a Sanyi bácsinak, hogy Jó, amit csinálsz, tanítsad a fiatalokat. Én létrehozott egy fotoklubot Fehérváron, nagyon sokat jártam hozzá, aztán ide költözött Szászhalombattára, és itt 2003-2002 környékén kezdtünk nagyon sokat együtt sétálni Dunaparton, Baraparton, az Óvárosba, és együtt fotózkodtunk, mindig elmondtam, mire kell figyelni, mondta, hogy a szabályok azért vannak, hogy feldugjuk őket, és én ez a mai napig tartom magam. Tehát az ő tanítványaként én úgy vagyok vele, hogy 3 fotós iskolát kezdtem el, de nekem mindig Sanyi bácsi volt az igazi mesterem, aki azt mondta, hogy nem azzal kell foglalkozni, ami elő van írva, hanem azok a képek visszaadják azt, amit szeretném megmutatni. És visszaadják azok a képek? Én azt látom a Facebookon, a jelöléseknél, a kis kattingatásoknál, hogy visszaadják. Ön hogy érzi, visszaadják? Legtöbb esetben igen, nagyon sok olyan fotó készül általam, ami úgymond a várossal kapcsolatos, szeretem a városomat, ez természetes. A visszajelzések alapján igen, visszaadja azt, amit én mutatni szeretnék, viszont sok olyan művészibb beállítottságú képem is közzétételre kerül, amit nem mindenki ért meg. Tehát egy naplemente mögött van 2 pitypang, hogy azt miért kellett lefotózni.
mert én azt megláttam, nekem az megtetszett, és akkor elmondom, hogy ezen a képen ez és ez látható, a két pittypang a naplementében, az egyik el van hervadva, a másik az életvidám, az egyik ugye az elmúlás, hogy ő már nincs a Rivalda fényben, ez már megszűnt, a másik pedig virágzik, él és virul, ő van a Rivalda fényben, mert szép, és akkor ezáltal már lehet asszociálni, hogy mit szerettem volna megmutatni, és erre jönnek a válaszok, hogy tényleg minden képbe bármit be lehet magyarázni. Mik a kedvenc helyek? Hol szeret fotózni? Hol szeret képeket készíteni? Nincs kedvenc hely. Azért nincs kedvenc hely, mert mindenhol lehet egy jó képet elkészíteni, akár egy városban, akár egy folyóparton, egy naplementénél, bárhol. Hogyha igazából kedvenc helyem lenne, akkor azt mondanám, hogy hegyek. Mindenféleképpen hegyek, mert onnan mindenre rá lehet látni. Milyen a kapcsolat az idősebb korosztállyal? Figyeli az életüket? Eljár-e fotózni a rendezvényeikre? Igen. Igen. Igazából valamelyik Battai napokon voltam lent, amikor egy idős házaspár, aki itt lakik az utcánkban, lent voltak. Jöttek, mentek, sétáltak kézen fogva, Feri bácsi most már 90 éves elmúlt, és nagyon aranyosan, kedvesen láttam, ahogy jön, megy a pár, nézelődik, és volt egy nagyon éles kontraszt mellettük egy fiatal pár. Tehát a Feri bácsi a 90 évével mellett a 10 évesek kézen fogva, de szinte ugyanúgy mentek egymás mellett, és ebből készítettem egy nagyon jó fotót, amit beküldtem pályázatra. Sajnos díjat nem nyertem vele, mert nem fér be a kategóriába, de ez volt azt hiszem 2005-ben, 2004-ben, amikor úgy döntöttem, hogy nem csak ezt a mostani valóságot kell, hanem azt, ami el fog egyszer múlni. És ebben az idős emberek nekem azt tudják megmutatni, hogy ők is voltak fiatalok, lehet, hogy megöregszenek, viszont belül ugyanúgy 20 évesek. És igen, ezért szeretem az idősebbeket fotózni, mert rajtuk, úgymond az arcukon már sok mindent le lehet olvasni. És itt nem csak a ráncokra kell gondolni, a mosolyra, egy nézésre, egy tekintetre, egy fejkendőre, egy kalapra. Jó téma. Mai adásunkban Török László képeit láthatják, melyet városunkról, Százhalombattáról készített. Sok szeretettel nyújtom át önöknek, mint ahogy ő is sok szeretettel készítette nekünk,